Hey, sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt Bekecs, üdvözlök minden kedves, kevésbé kedves nézőnek. Nos, úgy néz ki, megoldódott a probléma, sikerült szereznem egy tabletet kollégám által. Úgy néz ki, hogy jó, mindenféleképpen akartam csinálni most egy tesztet róla. Ez egy rövidke videó lesz, meglátjuk. Úgyhogy folytatódni fog az SV sorozat, meglátjuk, hogy mennyire lesz stabil. De igazából már egy, hát egy szűk órája nyúzom, FPS-ben tökéletes, kapcsolatban tökéletes, úgyhogy a legnagyobb reményeimet fűzöm hozzá. Lássuk, hogy miről van szó. Úgyhogy át is kapcsolom szerintem a képet. Voilà! Jelenleg így néz ki. Most nem tudom, lehet, hogy innentől érdemes lesz megvenni a Mobizernek a full verzióját, hogy teljes screenbe tudjam nyomni, mert most a tabletet ilyen brutál nagy kávával jeleníti meg, de annyira nem is érdekel. De mindegy. Lehet, hogy jobb ez. Tehát így elhúzom, így látjátok, hogy inkább egy kicsit kijebb is tolom a képet. Szóval gondoltam arra, hogy a szokásos Guild Wars-t azt letolnám. A félszemmel belenéztem a dolgokba, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok kaja van például ez. Szóval próbálok valami ellenfelet keresni ebből a összeállításból. Például ő. Megpróbálok olyanoknak neki menni, ahol azért van is valami, hogy legyen érdekesség. Nos, ez a team érdekes, ezt szét is pakolom most gyorsan. Az első teamnél, ahogy én gondolom most, kicsit még mondjuk kómás vagyok, mert tegnap sokáig fönn voltam, voltak gondok még a tablettel, hogy össze tudjam hozni a kapcsolatot, meg ma korán keltem, na mindegy. Szóval első teamnél, ahogy én látom, egy SPD líder van megadva, viszont olyan karakter nincs, ahol buffot tudna tolni bármelyik is, úgyhogy elméletben egy raskát be fogok tudni előzni, HV-ot. Szóval én itt arra gondoltam, hogy kiszedem ezeket a karaktereket. Alapvetően ez a cél, igen. Tudom, durva dolgok ezek. Úgyhogy szerintem én egy Teomars, de nem ezt a Teomarsot, hanem a másikat már. Kicsit jobb állapotban van különbség a kettő közt. Mert ennek ugye ilyen nulla rúna szinte, csak valami be van neki dobálva. Nem igazán van kész, meg lassú, de én is részletezem. Kellene nekem egy healer, mivel biztos, hogy fogok kapni azért damage-et. Szerintem én egy... Nyilván egy Orion-t is atakbártolónak berakok. Szerintem... Most vagy kaszinon gondolkodom, vagy Ocean. Inkább kaszum, jó lesz. Kettes team, nézzük. Itt se várok olyan túl sokat, viszont ide egy immunt én aplapból hozok. Nem kellenek nekem azok a bombák a Dark Jokertől, úgyhogy... Ja. Nem tudom, én nem tudok még gondolkodni normálisan. Hozok egy pandát még. Mit hozzak még? A lényeg, hogy a bombert azt elhúzzuk. Majdnem mondtam valami csúnyát. Azt inkább most kihagynám. Mondjuk a 36-os mégentől annyira nem tartok. Bár mondjuk az nem jelent az, hogy nem lehet jó rúnája. Tudjátok mi? Most ez nem arról fog szólni, hogy milyen taxon megyek, hanem arról, hogy stabil-e a live. Úgyhogy... Ha minden jól megy, tökéletes lesz. Nem fog lagolni. Nem fog ledobálni. Úgyhogy esetleg majd értékesebb tartalmakat is tudok nektek majd csinálni. Akár mondjuk közelgő freerunával kapcsolatban. Meg ugyebár ígértem a karaktereket is, hogy bemutatok egy-két karaktert, amit könnyű beszerezni.
pedig a beelőzés a Steam-nál fönn van egy devbreak. Hát, a buff véget én azt elnyomom. Csak hogy fölkerüljen. Fönn van a debrék és... leputj. De ahogy látjuk, még Galleon se előzött be engem, úgyhogy... pedig neki SPD leader van. 24-et ad a Summit Guild. Battle-en. De lehet, hogy most őrült nagy hülyeséget mondtam. Azért nem vagyok vele teljes mértékben tisztában, mert... Galleont én nagyon keveset használom, mert nincs megcsinálva nekem normálisan. Sajnos. Úgyhogy... easy! Szuper! Nagyon örülök neki, hogy most ez így jó. Hát ezt felrakjuk. Mert szerintem még... azt hittem, hogy fog jönni még egyszer, és tudok lőni egyet. Mondjuk a kaszinom előbb jött volna így is, úgyis. Mondjuk úgyis híleltem volna vele. Jó, fölösleges szócséplés, nem lényeg. Fönn van debrék, vigyük el. Csá! Jó, fölnyomok egy immunt. Hagyd menjenek fölöslegbe azok a bombák. Aha. Hoppá. Nagyon sajnálom. Fölpatintok azért egy devbreaket. Sikerült is. Ennek én mélységesen örülök. És szerintem pandám ez be is fejezi. Ha bár azért van rajta de buff, de... nope. De azért még egyszer jövünk. A Violent velük van. Sokszor nincs, de most igen. Húzzuk el, húzzuk el. Szuper. Azért nem mélyen tütöm. Nincs kedvem. Egyébként azt tudném normál esetben, ha bár Bernard ugye az atak, bár mondjuk mégén is, de Bernard szerintem nagyobb SPD-vel rendelkezik. Nem tudom, miért ezt kezdtem eljutni. Jelentéktelen most ez szerintem. Jáp. Szuper. Akkor keressük még ellenfelet. Nope. 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 Hát... mondjuk az előzőből kiindulva, még ha találunk is ellenfelet, nem biztos, hogy kihívást fog jelenteni. De hát... ez van. De már! Valaki legyen. Na itt egy. Visszatérek még egy picit ide, ugyanis itt van Geminade. Nemrég érkezett egy update, ami annyit takar, ezt most így hasznos információként elmondom nektek. Itt van a skill, amivel kitúrja az ellenfélnek az atakbárját és CD-re vágja. Nagyon-nagyon sokat használtam úgy, hogy kitúrtam, utána saját skillemmel kinulláztam az én skilljeimet, tehát a kettes képességével, tehát megint. Na most ez nem lehetséges, mert ez most már benne van, hogy csak kizárólag a csapattársaknak frissíti újra a képességeit, a sajátodat nem. Egy kis hasznos info, ami így most hirtelen szembe jutott még ilyen hot kómába. Na nézzük csak ezt a csapatot. Hello Wifi! Ennyire nem vagyok messze azért a Wifi-től. Csokolom. Csokolom, csokolom. Ez kikszelem. Wifi. Na jó. Megjött a Wifi. Akkor gyerünk. A kolléga berakta Verde Hills leadernek, csak nem tudom miért, mivel csak Dijon-be él, de szerintem csak bepakolta, hogy legyen benne valami kaja, nem is nézett semmi mást. Úgyhogy én ezt a teamet így, ahogy van, úgy hagyom. És szerintem a kettes csoportnál is úgy hagyom. Tök mindegy, most mit megyek tényleg. Majd holnap, de lehet, hogy még ma is lesz olyan live-om, ami értelmes lesz, és szépen föl lesz építve. De most ilyen kicsit túlbuzgóan, hirtelen durbele elindítottam. Right!
A buff véget megint elnyomik a healt. Attól a Verdétől én elköszönök most. Viszlát! Következő most. Orion. Nehogy fölkeljen Stunból. Ez így most nagyon vicces. Hát srácok, úgy néz ki, hogy tényleg stabil a dolog és jó. Én elégedett vagyok a minőséggel. Hát azért várok valamilyen szintű visszajelzést tőletek most, hogy nektek is tetszik ez a dolog. Most jelenleg a minőségre gondolok, hogy nem akad, nem dobál le. Azért az, bevallhatjuk, hogy mobizen sokkal stabilabb tabletről, mint telefonról, bár lehet, hogy az én telefonommal van a probléma. Hát meg mondjuk már öreg is a telefonom, tehát 2 éves, azért egy LG K10 volt, azt le is autózom. Úgyhogy lassan érik a telefoncsere is. Az új telefonommal lehet, hogy nem lenne ilyen gond. Jéj! Úgy csinálok, mintha nehéz lenne. Na jó. Oké. Csak fullos karaktereket verjük el. Oké. Ennyien. Most rámegyek egy kajára is. Aztán szerintem le is zárom most ezt a live-ot. És csinálom mai nap a dolgomat. Délután még lehet, hogy visszajövök. Meg kitalálom még mivel. Lords of the Fallen is kéne folytatnom. Mert ugye azt is ígértem. Na, ez egy örömteljes pillanat számomra. Minden rendben van, technikailag is most már. Úgyhogy semmi nem gátol abba, hogy live-oljak. És igyekszek nem sok hülyeséget mondani. Viszlát! Elköszöntünk. Ez az. Szuper. Elmondom, hogy beelőzöm. Tehát ezek szerint tényleg előrébb járok Runába. Jó, eszembe jutott valami. Megnézem gyorsan Galleon mennyi SPD-t ad guildbe. Nehogy hülyeséget mondtam volna. Ha véletlen igen, akkor azt még ebbe a live-ba javítsam. Ta-ta-ta-ta-dam. Let's see it. Galleon. Oh no. Két sorba rakja? Na mindegy. Hát van. Skill. Lead. 24. Azt a 24-et mondtam. Úgyhogy zsír. Nagyon jó. Csak guild battle-be. Ja. Oké. Okay. Hú. Hát azt hiszem egyelőre ennyi lett volna. Nekem tetszik. Folyamatos és jó. Nem váltottam a képet? Oké. Okay. Hát várom az észrevételeiteket. Szerintem jobb a videóm minősége, mint előzőleg. Nem a tartalomra gondoltam, a minőségre. Ezt kihangsúlyozom. Aztán most már egyre gyakrabban fogok jönni első live-okkal is. Meglátjuk még, hogy mi lesz a terve. De legalább most már fogok tudni építeni a dolgokat. Legyen szép napotok, legyetek jók. Minden jót nektek, sziasztok, én Bekes voltam. Kitartás, mindenki a hétvégét.